Szervusz, Feri! Szia, Krisztián! Üdvözöllek az E-taxiban. Én is. Csücsbe. Szia! Szia! Kösd be kérlek az övet, kérek abszolút egy úticélt, és már az atom, startolunk. Atomtérre szeretnék felmenni egy egyetetés céljából. Pillanat, nem találom, megvan. Ha jól sejtem, akkor a város napja utolsó simításai vannak most terítéken, hát, ugye? Igen, remélhetőleg. Tehát az engedélyeztetés folyamatban van, minden egyenesben áll, hogy tényleg tudjunk egy jó rendezvényt csinálni, amire azt hiszem a paksi lakosok már kellően ki vannak éhezve. Mi mindennel várjátok idén az érdeklődőket? Mely napokon lehet érkezni? Tehát és kikapcsolódni. Teljesen új koncepció, új helyszín. Két színpadon várjuk a látogatókat, két színpad programmal várjuk őket. Igazából azt gondolom, hogy ez teljesen más lesz, mint az eddigi azont a városnapja. Azontér más lehetőségeket nyújt számunkra. A folyamatban vannak az egyeztetések a szolgáltatókkal, a kiállítókkal, tehát ez mind szépen halad a maga útján. Azt gondolom, mindennel jó időben vagyunk, nem fogunk elkésni semmivel. Igazából, ami még kérdezted, hogy mivel várjuk, hát a két nap tele lesz nagyon fontos és nagyon frankó programokkal. Két nagy koncert lesz a programok végén, a napok végén. Első nap 5 órakor fog kezdődni az Atomtéren az Origamis együttes koncertjével, a paksi zenekaroknak a bemutatkozása. Nagyon fontosnak tartom, hogy meg tudjuk mutatni ezeket a paksi helyi értékeket, amik tényleg értékek, mert azt gondolom, hogy nagyon sok energiát és nagyon sok munkát fektettek benne, hogy odáig eljutottak, ahol most ők vannak. Ők kezdenek akkor szeptember 3-án. Így van, 5 órakor az Atomtéren, ez lesz az egyes színpad. Az egyes színpadon utána a Pisti Est fog fellépni, későbbiekben a Houdinis, és este, bocsánat, kihagytam a Hesselbert projektet, ők lesznek körülbelül olyan 6 óra felé, és este a Houdinis után a Majka, mert tudjuk ugye, hogy a Houdinis alapvetően egy paksi zenekar volt, valamikor én is eléggé közeli kapcsolatban álltam velük. A Pop Rock Jazz kapcsán? Nem, az előző, tehát a Houdinis előtt még volt egy francia intézet nevű zenekar, aminek ugyanazok a tagjai, mint most a Houdinisnak, együtt játszottunk, tehát egy komoly kis popos csapat volt, úgyhogy személyes kapcsolatom is van a Houdinisszel. Aztán este ugye lesz a Majka és a Curtis, amire nagyon sok látogatót várunk, de durván 3000 főre számolunk, hogy annyian fogják megtölteni a teret. És hát a második nap programja, hát ugye elengedhetetlen, hogy halfőzés is lesz a városnapján. 6 órakor már felvehetik a halat lent a bárkán, a szokott helyen, akik már ismerik ezt a programot, tudják, hogy ennek a felét az önkormányzat visszatéríti a főzőversenyen résztvevőknek. Aztán lesz egy felvonulás, ami szintén elengedhetetlen, szinte velejárója a városnapjával. Ugye most új helyszín lesz, a Csengély tér, és most más, Atomtér, és máshonnan fogjuk megközelíteni ezt a felvonulást. Tehát a Pollák utca és az Építőkutya sarkáról fog indulni, végighaladva az Építőkutyán, lekanyarodva a Kishegyi útra, onnan bekanyarodunk a Barátság útra, és a Benú és a DM széles bejáratán ott fogjuk elérni a teret, ahonnan már ugye felmegyünk a Csengély parkolójába, ahol a polgármester úr várja majd a felvonulókat és köszönti őket. Ez lesz a program. És természetesen előtte a Roger Schilling térzenét fog adni, mert ez is elengedhetetlen része a városnapi programnak. De aztán utána két színpadon folyamatosan mennek majd a produkciók. Én azt gondoltam, hogy több jelentkező lesz. 14 fellépő jelentkezett. Ugye ez köszönhető a pandémiás helyzetnek, mert sok esetben nem tudtak felkészülni, és a nyári szabadságolások miatt nem tudtak gyakorolni ezek a művészeti csoportok. Ebből kifolyólag színpad készprodukciójuk nincs. Tehát, és hát teljesen megértem, hogy csak olyan produkcióval lépnek fel, ami teljesen készen. Így van, mindenképpen. Aztán délben ugye a alfézés közben zajlik. Nézem a papíromat, 11, 13.30-tól lesz a
az értékelése a főzőversenynek. Ugye mindenki egy tállal visz a bírák elé, aztán utána folyamatosan megint a két színpadon folyamatosan történik fog a program, és este a Rúzsa Magdi koncert lesz 21 órától, ami azt hiszem már egy régen várt, beígért dolog a Paks rendezvényen résztvevőknek, mert már tényleg sok esetben jelezték, hogy szeretnék egyszer már Pakson látni Rúzsa Magdit. Azt gondolom, hogy ilyen nagyszabású rendezvény talán a augusztus 20-a lesz, egy két ilyen hatalmas koncert, tényleg ezek nagy koncertek, nagy költségvetésű koncertek, és azt gondolom, hogy kibőjtöltük rendesen ezt a másfél évvel ezt a koncert lehetőséget. Hát igen, azért véleményem szerint borítékolható a siker, mert sokan ki vannak éhezve a bulira, nem? Igen, én azt gondolom, most már minden egyes program látható, hogy tömege, hát időzőjelben tömegeket vonz. Meg is érkeztünk. Én köszönöm, hogy az e-taxit választottam, ezáltal is jelezve, hogy óvod, véded a környezetünket. Mindenképpen, és hát emellett is leteszteltem az atomerőm, mellett teszem le a voksomat, mindenképpen a foszilis energiákkal ellentétben. Köszönöm, hogy velünk utaztál, és nagyon sok érdeklődőt kívánok a város napjára. Köszönöm szépen. Köszönöm, szervusz. Szia.